kihagysz a kincsemet, nem a kötve, és akkor erre elkötjük a másik kettőt. Mm. Külső tankból akkor már ki van zárva még az izé is. Tankibája. Ja, már igen, meg kicsit már kíváncsi leszek, hogy milyen. És ott tudom, milyen üzemanyagnyomást is. Üzemanyag, benne 2 éves üzemanyag. Ugye meg ha rádod a gyújtás, ugye vagy összezárjuk a relét. A gyújtás volt rajta, mert ráadtam, amikor jött hosszan. Még véletlenül el sem jutottam. Nem hallottam. Azért mondom, lehet, hogy rövid kezd kötni tudod a relét, és hogy milyen benzin jön belőle. Aha, mert lehet már be van kocsonyásod, azt az meg van állva. Hát vagy kiáratni belőle, az, itt a csövön ki lehet járatni belőle az összeset. Na hát eljött az ideje annak, hogy kis Citroen bekerült a műhelybe. Van egy, hát egy hetet szánok rá durván. Most ez, vagy egy hét lesz, de lehet, hogyha úgy látom, hogy úgy halad, akkor lehet lesz 2 is. Mint a zsuknál. Ja, mint a zsuknál, majd egy hét megint elmegy potyára. Remélem nem úgy. Átnézzük, hogy milyen maradandó károsodásokat okozott a 2 év kintállás, a fűvön állás az autóba. Már én csaltam, már voltam lent, megnéztem az alját. Lesz mit lakatolni való is lesz rajta, de inkább ott fel kell ezt pucolni, a korróziót, ami keletkezett a 2 év állás alatt. Fel kell ezt pucolni, lekezelni, újra tömíteni a dolgokat. Meg ugye én még nem nagyon... Egyszer volt aknán, amikor még a hűtőjét csináltam, nem is nagyon nézegettem át az alját, de látszanak korábbi javításnyomok az autón. Inkább alulról itt a... Amikor még használtam az autót, napi használatban volt, akkor itt az emelési pontnál láttam én, hogy valami gubancok vannak, de majd úgyis lekerül innen a küszöbborítás, és akkor majd többet fogunk látni. Ugye a legutóbbi, amikor még ezzel tudtam foglalkozni, akkor még a így rohasszál 5000 eurós autót, majd berakom ide kis fűrre majd, kis infófűrre. Már most azóta változtak a dolgok, mert már nem 5000 euró, hanem már 11000 euró egy ilyen autó, úgyhogy már most lehetne újraírni a tavalyi címet, hogy így rohassz 11000 eurót. Úgyhogy akkor abban a videóban a valelső sárvédőt csináltam meg, ugye meg a hűtősnél voltunk, a hűtőjét nézettük meg, és most ugyanezt meg kell csinálni itt a jobb oldalával is. A szélesítés, a műanyag szélesítés meghozta itt a kívánt hatást. Ki lesz majd foltozva, ezt nem gyártom le, mert ennek a nagy része, ennek a 80%-a nincsen rohadva, ez csak ki lesz lakatolva, ki lesz pótolva. Most azért van benne az autó. Ugye azóta változások történtek, mióta legutoljára ugye a bőrözés, hogy megtörtént a kormánybőrözés, azúton ismét köszönöm annak, aki megcsinálta, felajánlotta, ahogy megcsinálja a kormánybőrözést. Azóta történtek változások, hogy mondjam, hobbiautó fronton, a családnál, és majd ennek a videónak a végig, nem tudom, hogy most ez egy részes lesz, ez a hét, ez a megfeszített hét, vagy rossz esetben 2 hét, majd ezt meglátjuk, hogy haladunk, meg hogy nem lépnek-e fel olyan problémák, mint a zsuknál, hogy potyára elmegy egy hét, és majd akkor elmondom majd, hogy mi az oka annak, hogy most ezt az autót behoztuk, és hogy nem restauráljuk, hanem vissza szeretném állítani azt az állapotot, a 2 évvel ezelőtti állapotot szeretném visszaállítani. Ugye meg nem szeretném azt, hogy ugye ismerjük ezt a tendenciát, ezt a dolgot, hogy ugye ha van egy hobbiautón, kint parkoltatjuk, mindig csak szedjük szét, szanaszét vannak az alkatrészek, itt kallódik, ott kallódik, eltelik 1 év, 2 év, már utána azt se tudja az ember, hogy melyik alkatrésze hol van. Ugye azt szeretném most ezt a 2 évvel ezelőtti állapotot visszaállítani, de olyan annyi extrával, hogy amik ilyen problémák vannak, azokat megcsinálom. Ugye itt a sárvédőhegesztés, ugye volt a baloldali sárvédőhegesztés, ugye a hűtőrendben. Hát lényegében egy üzemkész autót szeretnék csinálni belőle. Be lesz üzemelve a motorja is, hogy látjátok majd ti is, hogy rendben van a motor, motorikusan rendben van, indítható, működőképes. Úgyhogy lényegében ennyi lesz most az első lépésként, ugye szedem majd le a sárvédőt, ugye bontom le ezt az oldalt is, ugyanúgy, mint a másik oldalt,
a küszöbborítást, az első sárvédőt én csinálom. Közben Krisztián úgy döntött, hogy a féket kezdi el. Felpuszolni, hogy átnézni, megjáratni egy kicsit, hogy ne szoruljon. Uh-huh. Esetleg működne, akkor ki tudjuk próbálni. Hát igen, mert a két év, ugye a két év állás a fékrendszert is megsínlette. Mert azt láttam én, amikor jött be a műhelybe, ugye meg volt szorulva, meg kellett indítani a fékeket, hogy elég. Főleg a bal első nyereg az nagyon csúnyán néz ki, úgyhogy ott azt fel kell ezt pucolni. Hát ugye szeretnénk, ugye megnézzük majd, ami nagyon fontos, letámasztottam, hát szerintem van benne, vagy 20 literben jó, úgyhogy jó áron van. Megnézzük, hogy az is, hogy mi történt vele az elmúlt két esztendőben a benzinnel, hogy mennyire pofázik bele ez az etanol dolog, hogy hát, hogy mit tapasztalunk, majd itt van hátsó ülés, kijön majd szépen, és akkor majd ott van ilyen szerelőnyílás, kiszedjük a szivattyú részt, és akkor megnézzük majd, hogy mit találunk, milyen ökoszisztémát találunk a tankba. Remélem nem kell ezt levenni, remélem. Na hát itt tartunk. Lebontásra került a jobb első sárvédő. Eléggé szopó volt levenni, mert itt a ZX-eknél és ennél a típusnál is, a 2016 szelepesnél is, ugye itt van az ablakmosó tartály, és azt elég szopás volt leszedni. Ugye még látszanak itt ilyen dolgok, hogy volt ez itt lakatolva, vannak ilyen kis problémák, itt ilyen küszöbcsere, az már volt eszközölve rajta. És még azelőtt lehetett cserélve, mielőtt hozzám került az autó. Itt jöttek ki. Nem tudom, hogy ez már akkor is ilyen volt, amikor cserélték a küszöböt. Hát merem remélni, hogy nem, mert akkor az eléggé kókány munka lett volna. De itt be is van rokkanva itt az egész emelési pont. Majd mindjárt megmutatom a videóba is. Vannak ilyen apró dolgok is. Ugye nem annyira ismerem én ezt a 16 szelepes motort. Ugye itt van valami, hát ez egy ilyen valami vákumtartály, és ez rá van kötve ide, van egy ilyen hát vákumszelep, amire rá van kötve lényegében a gyújtás híd van rákötve. Szerintem ez valamit vezérelhet, ez a gyújtáson vezérelhet valamit. És most, hogy lekerült az első sárvédő, itt látszik, hogy voltak itt a vákummal is problémák. Ugye ez most, ez a cső van itt elrepedve. Ez majd szépen vissza lesz vágva, és akkor újra fel lesz rá. Gondolom autószerelők biztos jobban tudják, én csak egy lakatos vagyok. Ugye ez is okozhat ilyen problémát a motornak az üzemeltetése, de ugye mivel már le lett bontva itt az első sárvédő, így ugye ez is felderítésre került ez a hiba is, és akkor ezt is orvosolni fogjuk, ha már itt vagyunk. Ugye, mint mondtam, nem akarok annyira mélyen bele merülni, de ugye ezek a dolgok, amik így előjönnek, azokat persze orvosolásra fog kerülni, mint ez a vákum cső probléma, meg ugye, hogy előjött itt az áoszlopnak a töve, az emelési pont, hogy megvan rokkanva, ezeket mindet szépen megfogom. Ugye hátsó emelési pont is meggyengült. A küszöbnek az éle eléggé eldeformálódott. Ugye itt az eleje még jobb. Az eleje még szebb. Ugye itt látszik is, hogy itt is eléggé hát elgyengült. Itt valószínűleg, hogy vágták itt ajtóélet, vágták a küszöböt. Ez a részlet innentől hátra lett cserélve. És itt nem is nagyon lett a küszöb maradékához lefogatva. Itt talán itt egy-két heftet látok, amivel rá lett itt, ugye itt erre a csonkra lapolva az új küszöb, és nem lett rendesen levarva, és valószínűleg azért is mehetett meg ez az egész emelési pont, hogy a küszöb nem volt jó felvarva az előzőnek a helyére.
Na, a lepucolásra került ez a jobb oldali sárvédőív is. Látszik, hogy itt elég jó állapotban van a másikhoz képest, amit a múltkorában gyártottam le. Ezt le kell teljes gyártani, mert végig volt rohadva. Itt csak ez a szakasz van itt elrohadva, bejelöltem innentől idáig. Ezt a részt kell legyártani szépen hozzá, és akkor bepótolni, és utána jó is lesz. Na, kész is van a jobb oldali sárvédő. Belet ide pótolva, ugye itt volt elrohadva, és akkor ez lett ide bepótolva. Hát ahhoz képest, hogy nem fog látszani, mert nem látható helyen van, ugye erre rámegy majd a műanyag szélesítés, ahhoz képest nem lett rossz a hegesztés, úgyhogy ez ilyen lett. Ugye amikor lett behozva az autó, mi vagy kinn állt 2 évet, így be volt rohadva, a fék berohadt, és én hát általában én úgy szoktam megindítani mindig a berohadt féket, hogy fellazítom a légtelenítőt, és akkor általában mindig a légtelenítőt, ha fellazítod, akkor valamennyit szokott visszább engedni. Ez jelen esetben nem engedett vissza semmit, de viszont a légtelenítőt azt nyitva hagytam, úgyhogy végig folyattam a fékfolyadékot az egész udvaron meg a műhelyen, mint betoltuk. És most lett le légtelenítve, és ahogy a légtelenítés közben ugye, hát nem engedett vissza a dugattyú, és most azt Krisztián most hát megpróbálja visszatolni, és akkor hát ha megindulna, ha nem, akkor meg szét kell szedni, mint a zsuknál, és akkor be kell akkor járatni, meg kell pucolni. Hát remélem, hogy meg fog indulni, nem lesz vele semmi gond. Mert akkor, hogyha nem lesz vele semmi gond, akkor viszont indítjuk a... Hát megpróbáljuk, megnézzük az üzemanyagrendszert, a benzint, a benyát, megnézzük, hogy 2 év után mi újság van, hogy nem-e recce, vagy valamilyen ültetvény, vagy kukorica ültetvény nem nőtte ki az üzemanyagtankba. Ezt megnézzük majd. Nem tudom, hogy mennyire. Nem is akar se visszamenni. Kilövetjük fel a dugattyút, azt akkor felpucoljuk. Most jobban nem tud, porvédő jó rajta, ugye? Óvatosan vissza lehet rakni, úgyhogy jó legyen, hogy a karmatya nem szakad el. Szóval nincs más, le kell venni és meg kell pucolni. A fék iszap. Ki lett nyomatva a dugattyú. Valami élő lény összehordta itt a fődet, vagy iszapot. Szép. Nem sok minden látszik, sötét van. De jó kis... Lehet, hogy ilyen van benne, ez csak lehet kanalazni. Lehet itt kanalazni kifele, ha meg lehetne enni a süteményt is vele. A süteményt. Ha nincsen húsvét, az a baj. Yeah. Karácsony még messze van. Fel lett pucolva a fék, Krisztián felpucolta. Úgyhogy most már szépen vissza is enged. Le is lett légtelenítve. Mondjuk ez vadonatúj fék volt, ez a... Még a letámasztás előtt lett 1 évvel felújítva az egész. Ugye karbantyúzva volt, a porvédő gumiharang is új volt rajta, ugye új féktárcsa, a fékbetét is még 95%-os rajta. Annyi, hogy most így láttuk, hogy amikor meg lett bontva, Krisztián, hogy megbontotta, hogy én is elcsesztem, mert ugye a gumiharang, a porvédő gumiharang nem volt megfelelően a helyén, meg volt gyűrődve, és nagy valószínűség ott jutott be ez a rengeteg mocsok a magába a dugattyúba. Úgyhogy, de már most már Krisztián orvos volt a problémát, úgyhogy most már jó lesz. Remélhetőleg nem lesz vele baj. Ugye a sárvédő is le volt véve. Itt látszik, hogy ez még ez törésmentes az autó, sose volt törve. Itt mindenhol a gyári hegesztések vannak itt a sárvédőnek a fogadóján. Látszik, hogy nem volt még gyűrve sehol sem. Ugye itt is látszik, hogy most már ez az oldal is meg van bontva, a jobb oldal is. Itt is végig a gyári ponthegesztések látszanak itt a sárvédő fogadóján, úgyhogy ebből is látszik, hogy nem volt törve az autó. Ugye itt is, ahogy bekötődik az A-oszlopba, ugye
A doblemezen is látszik, hogy nincs meggyűrve, nincs meglobbanva. Úgyhogy ez egy törésmentes autó lényegében, mert ugye látszott, ez már a nyúlványokon is látszott, mert amikor vettem is, hogy ez nem volt törve, de így megbontva. Ugye már vannak olyan törések, hogy olyan nyúlványon kívüli törések, hogy a nyúlványon kívül törik meg az autót, általában itt a sárvédőfogadónál, meg a sárvédőnél, és akkor a nyúlványon lényegében nem látszik, általában akkor a doblemezen szokott látszani, még itt a fogadóján szokott látszani, hogy a sárvédőfogadóján, hogy törött volt az autó, de így most így meg van bontva, így egyértelműen látszik, hogy nem volt törve az autó. Nézzünk egy gyertyaképet a nagyvérűnek. Megnézzük, hogy mit mutat a gyertya. Gyertya ügyileg. Na, majd a gondot beszélsz. Jó, van. Üzenek neked. Jó van. Megyek brunyálni. Mit látsz? Mi? Az egyiknek a csatlakozója hiányzik, az egyik 10 éve volt. Meg van tákolt, vagy nem tudom, hogy ez mennyire tákolt, ez. Látod? Azt szerintem gyári, nem? Vagy nem? Erre azt mondom, hogy gyári. Egyet már vettem én. De hogy ezek... Egyet már vettem. Ezt vettem, szerintem a Galeósot. De ennek például ott, hogy hiányzik ez az éje. Jaj, az a fém. Biztosítója. Aha, akkor az én zsesztem, mert szerintem az a Galeósról hiányzik. Mi? Igen. Akkor azt én hagytam el. Ez nem tudom valahol az aknában. Mi volt? Az a gumi rezgés csillapítója. Értelmesen ember rakta össze. Nyomatékra volt húzva, nem 8000 newtonnal. Na, itt már erősebb volt. Ez nehezen jön. Nem tudom, ez jól jön. Nem tudom, hogy erdén bakkázzal a gyertyát. Nem tudom, az olyan... Akkor a szopás. Ez észre, hogy... Aki a nagy magas embereknek találták, így azok szereljék. Hát, vagy kétszerelni. Aki hát igen. Csak ebből meg hiányzik, látod, hogy mennyi olaj van benne. Mert ez a karikának a hiánya. Szarak karikának. Mert nem lehetett hozzá karikát venni a szelepfedéltömítés, amikor hengerfejtömítés cserélve volt rajta. Akkor szelepfedéltömítés volt, de a karika nem volt hozzá. Jaj, már most már hiányzik belőle a kis gumilófasz. Mondta, hogy szerencsétlen úszik az izébe. Olajba. Add ide. De a kép az jó, nem? A kép az jó. Meg kell kicsit pucolni. Gyertya kép itt jó. Akkor ez is rá van nézve. Ez is jó. Csak látod, hogy az összesnek az, hát az olaj, hogy folyik rá fel az olaj. És az például ugye az már gyújtási hibát okozhat. Igen, igen. Hát a gumikarika, hogy ott nem volt jó a tömítettsége, és oda szivalkodott az olaj. Na, ez lesz. Szakunk vagy nem szakunk? Nem merem tekerni. Visszafele sem tudod? Ez meg se indult egyáltalán? De megindul. Csak ennyit tudok rajta tekerni, de megindul, és aztán... Nem felnézni, csak nem felnézni. Mert nem, már beleszakad. Na, a kettes hengerrel gondok vannak. A gyertyájával, nem a hengerrel. Még. Ugye három gyertya kijött, fasza is a gyertyakép is jó. Annyi, hogy ugye ott a karikánál engedi átfele. A kettes hengernél viszont ott nem, hát megindul, csak utána rászorul. Most vagy azt mondja Krisztel, hogy lehet nem volt felpucolva a gyertya, mielőtt beletekerték. Most annyit csinálunk, megpróbáljuk életre kelteni majd az autót, hogy két év után hogy járjon.
motor, és akkor, hogy felmelegedik, és akkor úgy megpróbáljuk kitekerni. Reméljük nem a pers, hát ez nincs pers, hogy ez még mi? A hengerfejből van ugye maga a menet belevágva. Aha. És akkor megpróbáljuk úgy majd, hogy hát üzemmeleg közeli állapotban majd kitekerni. Ha meg nem sikerül, akkor meg kivágom majd ezt a videóban. Akkor majd a gép... Akkor úgy veszem ki fel a gyertyát. Igen, akkor majd a gépműhely majd megoldja. Na hát belenézünk a hengerbe. Megpróbáljuk, hogy mit látunk. Hogy lehet ezt felvenni? Rec. Igen. Hogy itt látunk, megnézzük. Van ott koksz. Van ott koksz, ajé. És az kérdést az, hogy főleg a meg volt csinálva. Meg az annyi, hogy ezt fenn van a dugattyú. Még a másikba. Az az mennyivel szebb? Igen. Igen, ez az izé. Az a dugattyú teteje, ott van a zseb. Hát volt a zseb. Igen. Ha kicsit beljebb húzod, akkor látsz, ugye elfordítod, akkor látsz, ott van a zseb. Aha. A szelepnek. Most ez mennyivel egészségesebb? Ez tiszta, igen. És kérdést ott, hogy ami belefolyik, akkor esetleg... Látszik, hogy egészség, tiszta. Aha. Hát annyi, hogy a kamera szerintem bemocskolódott a... Ugye nem kokszos a teteje? Nem. Hát olyan így, és miért volt olyan? Hát, lehet nem jó járt. Nem? Pedig a gyertyakép az jó volt. Hát most tudod a kérdés, ugye, hogy az injektort nem hiszem, hogy bevizsgálták volna. Hát igen. Igen, az elég csúnyácska. Olyan, mint a kokszos lenne egy kicsit. Aha. Hát igen, most kérdés az, hogy most az égés nem volt megfelelő. Mert az olajat azt nem ette. Azt tudom, hogy az olajfogyasztása az nem volt. Ha volt is, akkor ilyen minimális olajfogyasztása volt. Nem tudod, hogy az egyik szerepszárszi mellét kicserélték. Vagy nem tudom, szelepvezetőt ilyesmit cseréltek, ahogy hát, nem. Hát a fene tudja. Most lehet már szimeringezni kelljen ezt a hengert éppen. Lehet, hogy ugye a... szelepszárszimelet kicserélték, de a szelepvezetők nem, ugye, de az el lehet. Volt kopva. Igen. És most, és azért az a minimális olajod be tud fogni, mert látod, hogy másik kettő az a másik az szép, tiszta igen. Volt. Ezek ilyen csúnyák. Ez az egy ilyen csúnya. Mondja meg a kettes a kérdés. És igen, meg... hát amiben nem látunk bele. Még igen. Itt szedi össze, bazd meg a kamera. Mocskot nem tudok beletalálni. Nem jó a lyuk érzék. De már beletoltam a mocsokba! Igen, menjünk a sárgát világít. Kurva életbe. Faszom. Az 5 méteres kanócot vesz az ember 1 métert, rend az 5 métert küldenek. Kurva anyjukat. Most tudom, merre kell játszani, hogy belemenjön. Hogy menjek már oda? Nem látok. Felbassz.
az a tiszta mocsok mellette. Nem, ha benne van. Az arany tiszta. Aha. Igen, ez szép. Ez szép. Ezzel nincsen baj. Hát a négyes. Igen, ugye a kettes az még kérdéses, mert azt nem tudtuk kivenni. A négyes hengernél vannak itt gondok. Hát valószínűleg szelepszálszi meringezni, vagy... De gondolom, hogy amikor hengerfeje volt, akkor úgy tudom, meg volt szelepszálszi meringezve, de ott valószínűleg akkor fel kell leszújítani a hengerfejet mindenféleképpen. Hogy teljes jó. A többi a másik kettővel nincs, akkor szerintem harmadik kassa lesz majd, azt megpróbáljuk, hogyha megnézzük, hogyha ki tudjuk majd belőle varázsolni valahogy a gyertyát. Még ez meglepett, ez a négyes henger. Hát igen, hogyha fel volt újítva tényleg. Igen. Hát figyelj, most éppen, hogyha még azt veszed, hogy mit tudom én esetleg egy úgyis a hengerfejet fel kell újítani, és megszere, megszűnik. Nem, most aki megcsinálja, és normális, az úgyis az a kezdet kiveszi belőle a motort. Igen, ha ért hozzá, érted, most azt leveszi hengerfej, lefelújítja, 60-ért felhúzzák neki. Most mit csinálunk, Krisztián? Most a jó magát levesszük, megnézzük. Az üzemanyag? Uh-huh. Ha lejön. Mit csinálunk, Krisztián? Jó, magadat veszük le. De amúgy van benne, mintha lenne benne benzin. Van. Látod, hogy meg... Aha. Ezt a 30 éves csövet egy kicsit... Mert a gyújtás, azt le kellett volna venni. Aha, sok egy kis benzin. Azt a leszorítót le kellett volna venni. Hát mert amikor toltuk, fel lett tolva, akkor ráadtam a gyújtást. Akkor csak felnyomt a benzin. Akkor úgy látszik, hogy van, igen. Van nafta. Ember. Amikor volt levéve szerinted? Hát, nem ma. Nem tegnap. Csövet se akarom szétbaszni. Igen. Nem, az kéne még a benzint sem. A kezemet se. Fincsi volt. Nem csapott a kamerát? És nem büdös a benzin. Mi? Hát van egy kis bukéje, de... Igen? Uh-huh. Megsatszoltuk 50-50%, hogy melyik a nyomóág. Arra rá kötöttük, hát rácsatlakoztattuk a flakont ugye. És akkor megnézzük, hogy mit mutat. Elvileg, hát nem is elvileg, két éves benzin van benne, 95-ös benzin. Megnézzük, hogy mennyire romlott, mert az okosok azt mondják, hogy ilyenkor már bőven megromlik a benzin, hogy már bekocsonyásodik, meg hogy dögszaga van. Hát eddig én így nem érzek semmi dögszagot, benzinszagot érzek. Most meglátjuk a két éves 95-ös benzin, hogy néz ki, meg hogy milyen állaga van. De szerintem ugyanolyan lesz, mint amikor beleöntöttem két éve, úgyhogy ez az urbán legenda szerintem. Hát majd legfeljebb esetleg, ha nem mutat majd a YouTube-on valaki egy olyan benzint, ami tuti két éves, vagy egy éves, és meg van romolva, meg van kocsonyásodva. Hát de meglátjuk, még most nem akarom előre ellőni a poént, hogy urbán legend, vagy nem. Meglátjuk. Na. Na, vagy a gyújtás. Az azért már működik. Köszönöm, Tizál. Aha. Nem látta, nem vagy benzin, mi? Nem. Most kérdést, hogy megvan az idő korlátja, ugye? Hogy meg már bugni a kéne. Hát nem tudom, milyen hangos volt. Megadulés alá. Nem tudom, hogy csináljuk.
Valamint neki plusz 12. Még nem valami bűnök. Próbálj meg rátok el egyet? Hát egy kicsit, aha. Hát kevés a laftal az aksiba, vagy ugye, hogy tudod, kevés a kárt el neki. Megy, jön. Szépen. Milyen a benzin? Hát, de így elsőre érdekes színe van, de most kérdés, hogy fényben mit mutat. Semmit nem mondanám meg róla, hogy... Szaga milyen? Szagra milyen? Benzin. Benzin szagú? Ha. Szagulj meg. Nem olyan, mint a... Hát benzin szaga van végül is. Nem olyan erős. Igen. Nem olyan erős benzin szaga van, de... Államputtonyos. De hát olyan, igen, olyan... Izének olyan... Szomorodninak elmenne. De nincs. Nem, de nem látsz benne semmiért. Nincs, hát azért vannak benne ilyen kis úszó valamik. Hát... Hát ott, aha, ott az mennyire látszódik. Vagy az a lásványvizet volt? Nem hiszem. Milyen érdekesen ki van válva. Itt ez a rész, igen. Igaz? Akkor az lesz szerintem az a etanol benne valószínű. Meg olyan kis fekete. És a fehér kés. Meg... Olyan fehér hát és olyan egyik izéből hogy folyik át a másikba? Aha. Én most látszódik, hogy... Igen. Hát nem tudom mennyire fog látszani. Hogyha átfordítom, akkor így átfolyik a másikba. Nem tudom. Aha, ott. Hát ott látszik, mintha... Mondjuk az is lehet, nem? A víz az a tetején lenne, nem? Vagy olyan? Az alján van a víz? Az alján, nem víz, lehet, szerintem. Hát most az vagy vizes, vagy az az etanolnak a része, az a... Ilyen kis fehéres valami. Az, de ez a flakon is ugye tiszta volt. Uh-huh. És látod, hogy gyomás felül. Fehéres valami. De én nem látok rajta poshadást, hogy most meg lenne poshadva, vagy hogy büdös lenne, vagy hogy meg van kocsonyásodva, vagy semmi ilyesmit nem látok. Úgyhogy hát el kell dönteni, hogy szerintem ez ilyen urbán legend, hogy megromlik a benzin benne. Most vagy akkor még két évvel ezelőtt nem volt annyira. Még lehet, még igen, egy karbis autónál más látna az ember. Ugye itt meg annyi, hogy esetleg ez a kis fehér, ha nem volt vizes, vagy ha az volt az adalék az alján ott a flakonnak. De... Hát, mit tudom én. Hát megnéznék egy állított, megromlott 95-ös benzint, megnéznék. Na hát mindegy majd. Úgyhogy most ezzel megpróbáljuk majd indítani, hogy ezzel mit mutat, ezzel a benzinnel beindul-e két év után. Azt akkor meglátjuk, hogy mi újság van. Ugye már, hogyha felmegy kettő vagy felé, akkor az van jó. Aha. Na mindjárt megnézzük. Ha jó, most ebben be is indul. Hát most... Na. Már szóljál, hogy elég. Még tekertest. Na most van két bár. Azért mondom, hogy be fog indulni szerintem. Tehát most le lett húzva a cső, valamennyire lelevegősödött, de még a nyomástartó szelep is jó valamennyire, mert tartja a nyomást. Uh-huh. Akkor ezek a jó, lehet, hogy egy fél óra múlva visszajön, már nem lenne rajta olyan nyomás, de... Hát lehet. De most mondjam, mint a röffent volna. Próbálja mindig hozni. Nem tudom, hogy a légtömeg miért üljön, nem a szívócsőbe van? Hát szerintem ez nem légtömeg miért is. Szerintem ez még nem. Nincsen semmi, csak... Én úgy emlékszem, hogy nincs légtömeg mérője. Én tudod, hogy ott a folytószelep előtt nincsen semmi érzékelő? Nincs. Nincsen, hát az csak a sima, de itt van ez. Mert az ő...
nincsen semmi. Ennyi. Ennyi jó. Ez a szűrőház, ott van két vákumcső van rajta. Ez ennyi. Akkor elméletileg be kell indulnia. Igen, igen. A olajnyomás lámpa is elaludt szépen. Amúgy. Hát adsz neki egy kis gázt. Hát megnézzük. Na most elvileg indulni kell fél fordulatra is. Ha lehet a szivacsi is hallott a gubban. Na. Hát nincs neki folytás, aztán így... Hát ugye nincsen rajta a levegőszűrő se, igen, ugye? Igen, igen. De nincsen rossz hangja. Beindult. Megindult a... Indult a két éves 95-ös benzinnel. Lehet, hogy éppen lehet, hogy az is bele közre játszik, hogy öreg a benzin, és akkor hogy azért dadogod be. De lehet, hogy inkább a folytás, hogy ugye nincs rajta a levegőszűrő, semmi. Ugye meg a vákumcsöveket át kell még nézni. Meg a vákumcsövek is, igen, itt elő is a vákumcső, tényleg. Ez is van, ezért nem van itt. És csak itt van. Itt a vákumcső, ez is el van szorozva. Ezt lehet visszavágom és akkor rádugom, ezt meg le kell fogni, mert le volt vakdugózva. De hát remélem, ez ment ide, innen, ugye az alsó sincs le volt rádugva, meg itt a felső ment ide be a vákum. Hát ugye annyi forrt levegő szív, hogy azért magasabb az alapjárat. Hát vagy azért rát le, azért ingadozott be. Mindig ezt még visszavágom, azt megnézzük. Le lett véve róla a benzincső, vissza tudod, azt fel kell termelnie. Jó, hangja van.